Július 23-án, 24-én ismét jászsági randevú Jászapátin, a sportpályán. A hagyományos programok idén kiegészülnek azzal, hogy az első nap, vagyis szombat délelőtt Jászapáti 625 éves évfordulójáról emlékezik meg a város. A pályarantal művelődési házban és koszorút helyeznek el a városháza falán található emléktáblánál is. Délután aztán elindul a városháza elől Jászapáti utcáin a hintós, zenés felvonulás a sportpályára, ahol Farkas Ferenc polgármester köszönti a résztvevőket, és ünnepi beszédében megemlékezik Mihály Béláról, a rendezvény megálmodójáról. Ő hozta el a jászságba elsőként az ország legnagyobb színészeit, legnagyobb humoristáit, az operett legkedveltebb művészeit. És nem csak a jászságból, hanem az ország minden tájáról jöttek ide randevúzni. A megnyitó után helyi és testvérvárosi csoportok fellépései következnek, lesz Traffic Band koncert, Jászapáti Ragyolc barátságos mérkőzés a futballpályán, este pedig Tihanyító Csaba és társulata operett parádéja és tűzijáték zárja a napot a Pannató felett. Vasárnap délelőtt a város óvodásai mutatkoznak be, majd Jancsi Bohót szórakoztatja a gyermekeket vidám műsorával. Az ebédhez pedig Fehér Endre és népi zenekara szolgáltatja a zenét. A délutáni koncerteken a Hevesi Morvai Dani mulatós, a Jászapáti Színusz zenekar a 60-as, 70-es évek dalait, a szintén hevesi Anonim Rock Band régi magyar rockslágereket játszik. És a fellépők között itt lesz az Apostol és a Kárpátia zenekar is. Emellett idén is lesz kalandpark, légvár, pónicikli, csillámtetoválás, trambulin, arcfestés és kézműves kirakodó vásár. A belépő apáti kártyával 700, anélkül 1000 forint. A Kárpátia koncertre azonban a helyieknek ingyenesen átvehető a karszalag a polgármesteri kabinetben. A több mint 4 évtizedes hagyomány tehát tovább él a kisebb-nagyobb szünetek ellenére is, és mint minden évben, idén is szórakoztató hétvége vár az érdeklődőkre a nyár közepén Jászapátin.